aki figyelemmel kísérte a Nyári Kalandok, a Csornafogtői Csatornán című filmsorozatom első részét, az emlékezhet rá, hogy ígéretet tettem arra, hogy egy külön kis filmben bemutatom az ott használt előkét, aminek alapja most itt van a kezemben, ez nem más, mint a csodrig. Mielőtt bemutatnám ennek az előkének a megkötését, egy pár szóba beszéljünk arról, hogy mit is jelent maga a szó, hogy csod. A csod egy olyan kreált angol gyűjtőszó, ami jelent minden víz alatt található tereptárgyat, mint például az elrohadt falevelek, hínár, illetve a nagy iszap is ide tartozik. Mikor is érdemes ezt az előkét használni? Nos akkor, amikor nem vagyunk abban biztosak, hogy milyen mederfenéken, mekkora hínárban, illetve mekkora iszapon horgászunk, biztosak lehetünk abban, hogy ez az előke mindig horgászik, mindig bevetésre kész, hisz ez tuti, hogy nem fog fennakadni semmilyen tereptárgyon, illetve még pozitív tulajdonsága az, hogy nagyon jól dobható, nagy távolságra is, minimális gubancok veszély mellett. Ennyi technikai felvezetés után kössük is meg ezt az előkét, az alábbi apró cikkekre van szükség. Egy korda csodi horog, ennek különlegessége, hogy a szeme kifelé áll, én a 6-os és 8-as méretet használom, kelleni fog még egy ilyen apró mikroforgó, egy 11-es méretű karikás forgó, illetve egy merev csod filament előke zsinór. Első lépésnek levágok egy tetszőleges darab előke zsinort, melyet a karikás forgónak kisebbik szemébe egy 2-3 menetes klincsomóval belekötök, mivel ez az előke, mint mondtam, nagyon merev, azért nincs is többre szükség. Kicsit megnedvesítem, és ezt meghúzom, a felesleget levágom, így né, ez biztosan tart. Következő lépésként felfűzöm a horgot előről hátrafelé, és itt fogom tudni beállítani a csodomnak a hosszát. Ez, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy keményebb a talaj, ez lehet akár 3-4 centis is, hogyha tudjuk, hogy nagy a hínár, illetve az iszap, ez akár 6-7 centi is lehet. Én most egy ilyen arany középutat választottam. Egy ilyen hurkot képezek. Ez itt látható módon, itt talán jobban látjátok. Ezután ennek a hurognak a szárát elkezdem fölfelé 4-5 menetbe megtekerni. Így né. Miután kész ez a pár menet, ezt azért szorosan megfogjuk, és a kiálló zsinór részt meghúzzuk, így né, ezt felhúzzuk a horogszemig, és már nagyjából meg is vagyunk. Ezt egy picit rövidebbre vágom, azért akkorára nem lesz már szükségünk. És most jön az apró mikroforgó, utána ezt felfűztem, ezt a kis zsinór részt hátulról előre áttuszkolom a horog szemén, mivel ugye itt már van benne egy menet, és nem olyan túl nagy ez a szem, így nehéz áttuszkolni, de azért sikerül. Ezt még rövidebbre vágom, és egy öngyújtó segítségével ezt a kis zsinór részt elmelegítem, és egy ilyen kis bütyköt formálok neki, így nem fog tudni visszacsúszni. És kész is a kis D-formám, itt fog majd a csali mozogni. Mivel ez egy nagyon merev előke zsinór, látjátok, hogy elég össze-vissza áll, ennek beállításához gőzre lesz szükségünk, amíg felforr a víz, még szeretném bemutatni, hogy ebbe a kis csodszévbe tárolom ezt az előke zsinort, és úgy szoktam gőzölni, hogy ezt a hengeres formát kihasználva
majd így fogom meggőzölni, amint felforrt a vízünk, és akkor nagyon szépen felveszi ezt az alakot, tökéletesen prezentálható. Időközben fel is forrt a víz, a gőzhöz oda tartom a kis csodomat. Így csak egy pár másodperc. Már látom is, hogy ez szépen felvette ezt a formát, úgyhogy majd egy pop-up segítségével ez ilyen szépen meg fog állni a mederfenéken. Csalizzuk is fel előkénket, ehhez egy nagy felhajtó erejű pop-upra van szükség. Ez a Monster tökéletesen megfelel. Kelleni fog egy darab csalisejem. Ezt átfűzöm ezen a kis forgón. Így, né? Majd mehet a csali. Kihúzom a szárát, és feltolom a forgóra. Fölösleget levágom, illetve egy öngyújtóval ezt elégetem, és elnyomom. Így, ez tökéletesen meg fog maradni, nem fog leesni. Kezemben látható egy helikopter szerelék, ezzel fogjuk tudni bevetni a kis csodunkat. Ezt a kis gumit leszedem róla, hogy fel tudjam helyezni. Így. Visszahelyezem ezt a gumigyöngyöt. Van egy darabka szilikon, ez ezen ütközik meg. És ezt tudjuk mozgatni a letkóron. Ezáltal tud csúszni a kis csodunk. Ezt a kis gumigyöngyöt akár a letkór tetejéig is fel tudjuk húzni, hogyha tudjuk, hogy nagy az iszap, vagy esetleg nagy a hínár, és így bedobás után, akkor becsapódik az ólom az iszapba például, akkor ez fel fog csúszni, hogy ez ráterül az ajzatra, ez amint látjátok, biztosra horgászik. Így a halak meg fogják találni. Így tud szépen mozogni kis csodunk. Hogyha nagyon elemelkedne, mivel olyan nagy felhajtó erejű lenne a pop-up, vagy ugye kisebb a horog, akkor ugye megint csak jobban el tudja emelni. Ahhoz, hogy ezt lesúlyozzuk, egy darab ólompasztát még tudunk oda nyomni a kis forgóra, így biztos, hogy a mederfenéken fog elterülni. Még egy apró praktikát szeretnék mutatni, hogy hogyan is lesz ebből a csodból hínstiff rig. Én ehhez most egy bevonatos előke zsinort fogok használni, de akár egy fluorokarbon is tökéletesen megteszi. Levágok egy darabot ebből a jelly wire-ből, és egy pármenetes clean csomóval karikás forgóba ezt belekötöm. Így, né? Másik végéről már csak a végfül hiányzik, és mehet is bele a quick change-be. Íme a hínstiff rig, mely a mederfenéken így fog állni.